Napos részen foglalnak helyet. 27 fok a külső hőmérséklet egyébként, tehát minden adott, hogy egy nagyon jó mérkőzést lássunk. A Győri pálya, az Eto Park gyepszőnyege messzeföldön híres, hiszen nagyon sok játékos nyilatkozott úgy, hogy ennél jobb minőségű pályával nem lehet találkozni sehol az országban. A két csapat hamarosan most már ki kell, hogy jöjjön a játékos kijáróból, hogy aztán felsorakozzanak. Ugye Szél Tamás kollégám a 3-0-át nem véletlenül említette a győriek vezető edzőjének. Arról van ugye szó, hogy pont a Paks volt az a csapat, amely tavaly talán az egész idény egyik legemlékezetesebb mérkőzését produkálta itt az Eto Parkban. 3-0-ra vezetett már a Győr azon a mérkőzésen, és akkor még a Szivics mester által dirigált és irányított Paks fordítani tudott, és a végén óriási hajrával és nem kis bravúrral 4-3-ra megnyerte azt a találkozót. A Paks jól kezdte a bajnoki idényt az utolsó két mérkőzésen, nem jöttek azonban úgy az eredmények. Hát a Győr pedig bajnokcsapat létére egyáltalában nem kezdte jól az idényt, és nem is folytatta jól, hiszen bármi furcsa, a győri Etónak egyelőre bajnokként 5 forduló elteltével még nincs győzelme. 4 döntetlen, 1 vereség, ez Pintér Attila csapatának mérlege, 6 lőtt, illetve 7 kapott gól. Érkeznek ki a csapatok most már a pályára. Az ember mindig jobban lát. Tehát a legutóbbi mérkőzésük 4-3-as paksi győzelmet hozott itt az Eto Parkban. Pakson 0-0-ás végeredménnyel zárult egyébként a találkozójuk. Az összesített mérleg egyébként 5 Eto győzelem, 5 döntetlen és 4 paksi siker, tehát e tekintetben nagyon kiegyenlített a két csapat mérlege egymással szemben. Ha a Győrben lejátszott mérkőzéseket vesszük, akkor csak az az egyetlen egy vendégsiker született eddig, amelyről beszéltem. 4 győri győzelem, 2 döntetlen és 1 paksi siker, tehát 20-12-es gólkülönbség a győriek szempontjából a két csapat győri mérlege. Találkozó játékvezetője Fábián Mihály lesz, akik pedig segítik a játékvezető munkáját, Lémon Oszkár, Márkus Tamás, Olá Gábor és Szűcs Gergely, valamint a tartalék játékvezető Varga Zsolt, és akkor ismerkedjünk meg a két csapattal. A Paks együttesében Molnár Péter véd majd, aztán Kovács Gábor, Báló Kecskés, Simon Attila, Fiola Bori, Vindekker, Szabó János, Barta, valamint Éger kerültek Horváth Ferenc vezetőedző kezdő 11-jébe. A két csapatkapitány, tehát a kezdőkörben Éger, illetve Koltai. Éger visszatért, őt a Videóton elleni mérkőzésen azonnali pirossal kiállította a játékvezető. Elvileg 2 mérkőzéses eltiltást kapott a Paks csapatkapitánya, de fellebbezett, így egy mérkőzésre mérsékelték, és gyakorlatilag a Honvéd elleni találkozó már azt az egy találkozott eltiltást letudta Éger. Tehát a győriek összeállítása: Kamenára kapuban Varga, Trajkovics, Völgyi, Lipták, Pátkai, Lang, Andrics, Svec, Kamber és Koltai. És gyászszünettel kezdődik a mérkőzés. A héten 26 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Zoltán, a Győri Eto FC egykori játékosa. A játékos egyébként 2006 őszén került a Győrbe, 2 szezonban 38 mérkőzéssel lépett pályára, és 1 gólt szerzett. Az ő emlékének adózik tehát most a győri közönség. Kezdőrúgó is, ő pedig Felhősi Szabolcs, aki 35. születésnapjára kapta ajándékba ezt a lehetőséget. Győri szurkoló, egyébként pesti lakos. Annyit egyébként még Fábián Mihállyal kapcsolatban, hogy hát tulajdonképpen az ő személye nem túl jó ómen a
paksiakra nézve, hiszen 9 mérkőzést vezetett eddig a paksi csapatnak, és amikor ő volt a játékvezető, a Paks még nem nyert bajnoki találkozót. Kezdőrúgás elvégezve, és innentől kezdve koncentrálhatunk tehát most már a mérkőzésre, amely a győriek számára nagyon-nagyon fontos összecsapás tehát. Fontos persze a Paksnak is, de összességében a bajnokcsapat miután jelen pillanatban épp hogy elkerüli a kieső zónát, természetesen sokkal fontosabb a Győr számára a 3 pont. Tehát a hazaiak kezdték a játékot. Lipták rúgja előre, eléggé pontatlanul. Lipták bekerült Egervári Sándor válogatott keretébe is. Van a másik oldalon is egyébként egy válogatott Fiola Attila személyében. Hát egyelőre a két vezetőedzőnek nem lesz túlságosan könnyű dolga, már ami a események szemrevételezését illeti, hiszen nagyon-nagyon a szemükbe tűz a nap. A Videóton ellen kimondott a jó teljesítmény nyújtott a Győr együttese, ennek ellenére nem sikerült megszerezni a 3 bajnoki pontot. Itt pedig az a Windecker volt látható a képen, aki kölcsönbe került a Pakshoz, a Győr csapatától, és még beszélhetünk egy exről, nevezetesen a paksi a kapusáról, Molnár Péterről, aki szintén a Győr csapatában védett még tavaly. Paksi dobás tehát a második percben. Lipták húzódott ki a szélre, és aztán adja haza a labdát Kamenárnak. Kamenár pedig lágyan kiemeli azt Völgyinek. Picit rövidnek tűnik. Völgyi megmenti még, Barta zavarta őt. Völgyi keveredik be középre a labdával. Koltai. Andrics játsza vissza, és aztán Andrics indul a labda, pont elé hullik. Éger húzódik ki a jobb oldalra. Völgyi. Koltai. Középen nagy űr, ott nem nagyon töltötte be a területet egy győri játékos. Kamberki oldalra, picit visszalép, Pátkai, hogy legyen segítség. Kamber megszállt a saját térfelét, a Paks, zárták a területet a vendégek, el is akadt a győriek próbálkozása. Kovács. Páló játszotta vissza a labdát, ügyes passzokkal, Kecskés, és az első szabálytalanság a mérkőzésen, ott a pálya középső harmadában Kamber követte el. Paksi szabadrúgás tehát. Barta kapja. Egyelőre háttal a kapunak, aztán a kapu irányába fordul, majd végül rosszul passzolt. Barta visszaszerzi azonban a labdát. Báló megpróbálja elérni, bent is tudja tartani. Báló beemeli középre, Lipták fejelte ki onnan. Maradt továbbra is azonban a paksiaknál, igaz, lényegesen hátrább került a labda. Bori. Les. Jó ütemben lépett ki Lipták, még az indítás előtt, és így azt gondolom, hogy jogos ítéletet hozott végül is az asszisztens, illetve a játékvezető. Simon Attila, aki 7 gólt szerzett már a bajnokságban, ő volt Lesen. Rá nyilván külön figyelni fognak majd a győri védők, hiszen rendkívül veszélyes támadója a Paksnak, és nagyon jól kezdte az idényt. Bori íveli előre. Mehet tovább, nem volt szabálytalanság, de igen. Csak kivárta a játékvezető, lehet előnyszabályt alkalmazni. Éger végzi el a szabadrúgást, Bori. Itt van még egyszer, nyújtott láb, ezért zsibolt a játékvezető jogosan. Kamber. Barta, picit átszállt a feje fölött a labda.
Ez viszont most jó lehetőség Windecker előtt. Windecker még mindig elesik, nem bántotta őt senki. Több rejlett pedig ebben a támadásban, ebben az akcióban, mint ami kijött belőle. Elég szellősen fogták Windeckert most a győriek. Kamenár. Kamber. Pátkai egészen hátra Liptákhoz. Lang kapja Liptáktól. Völgyi. Mérkőzés előtt egy órával alaposan fellocsolták egyébként a pályát, de hát ennek már nyoma sincs. Lipták. Hosszú indítás előre. Andricsik nem jutott el a labda. Poli tudott tisztázni előle. Most kapom az információt, hogy pontos nézőszám 2500 fő. Mondjuk azt, hogy megközelítőleg pontos, mert szinte biztos, hogy azért nem 2500-an vannak, hanem egy picivel többen, vagy egy picivel kevesebben. Tartsunk fel 1%-os tűréshatár pluszban, minuszban. Ugyan bent tartotta a labdát Simon, csak éppen az ellenfélhez került. Koltai kapja vissza. Éger mentett. Bori és Völgyi akaszkodnak picit össze. Játékvezető megnyugtatta a kedélyeket, lehiggasztotta a két játékost. Kamber fogja elvégezni majd a győriek bedobását, és mindenkit beküld középre, tehát behajtja majd a labdát a 16-oson belülre. Éger fejeli ki. Érkezett, és Svec fejéről ment ki az alapvonalon túlra a labda. Molnár megy érte, hogy elvégezze a kirúgást egyelőre. Még nem forogtak veszélyben a kapuk sem Kamenáré, sem pedig Molnár Péteré. Annyi változás van a Győr együttesében, hogy az a Mevongu, aki a Videóton elleni mérkőzésen kezdő volt, most a kispadon foglal helyet. Hiba és egy labdaszerzés Paksi részről. Simon. Lassan lövő helyzet lesz. Kecskés rá is lövi. Kamenár védte az első lövés a mérkőzésen, amely rögtön el is találta a kaput. Lang. Íme megnézhetjük még egyszer. Simon rájött, hogy ő ezzel a labdával nem tud mit kezdeni. Így aztán lepasszolt a Kecskésnek, aki kapura fordult, előtte középre ment. Így biztosan fogta azt Kamenár. Kambe. Lang. Völgyi. Kamber újra, és Kamber megnyújtja most előre. Andrics Borival. Bori egy picit lögdösődik, Andrics visszaszerzi a labdát. Bori nem hagyja azonban magát. Andrics ugye a Videóton elleni mérkőzésen többek között kapufát is lőtt. Megint egy nagy bedobás következik, és megint Kambertől. Az előbb Éger fejelte ki a labdát. Most ugyanezt történik, ismételten Éger bólintotta ki a mezőnybe. Lipták, minden mezőnyjátékos a Paksiak tér felén. És egy abszolút biztonsági megoldás Kovácstól oldalra fejelte ki, és még bedobás sem lett belőle. Az már más kérdés, hogy a győriek rögtön visszaszerzik a labdát. Kamber. Ezek szerint szabályos volt ez a belépő. Bartának rossz, és ahogy visszafut Völgyi, megszerzi középre húzódva. Lang, Kamber, Trajkovic. Lipták.
Kamber. Bölgyi. Andrics labdája kapta el, Barta hátra, Éger. Bori. Lipták csap le a rossz átadásra. Varga tette ki oldalra. Varga újra. Varga és Pátka, olyan biztonsági tartalék egyébként Egervári Sándor válogatottjában. Egy labdakezelési hiba Völgyitől. A labda egy aztán akadálytalanul kimegy az alapvonalon túlra. Völgyi kért elnézést. 10 perc telt el a mérkőzésből, nem beszélhetünk óriási győri fölényről és hatalmas győri rohamokról. Egyelőre még nem forgott veszélyben Molnár Péter kapuja. Bori várja a többiek helyezkedését. Barta segített. Simon próbál elmenni Völgyi mellett, és meg tudja egyenlőre tartani a labdát, elmenni még nem tudott. Völgyi lábában elakadt a labda, kifelé mozgó játékos volt. Völgyi periférikus látással ezt észre is vette. Bori dobhat. Itt ér Attila magyarázott közben a játékosoknak, hogy mindenkinek legyen meg az embere. Paksi szabadrúgás, ez Trajkovics nem érti, hogy a játékvezető ezt miért fújta be. Mindekker került a földre, Trajkovics még mindig mondja a magáét. Fábián Mihály figyelmezteti őt. Bálónak mutatta a sípot a játékvezető, hogy várja meg, amíg kiméri a 9 métert. Báló tehát. Lipták fejelt el. És az még ott jó lehet Égernek. Lipták megint. Éger. Báló egészen hátra. Bartán nem volt ember. Megcsinálja a cselt Trajkovicssal szemben. Barta még mindig. Éger rosszul passzolta vissza. Nem értették meg most egymást. Egy előre vágott labda, de hát Varga 5 paksival találja szemben magát. Hát nem beszélhettünk most itt egy megszerzett labda utáni klasszikus kontráról. Kamber. Pátkai. Koltai. Ez jó és lövőhelyzet is. Ó, de jó kis lövés volt, Varga. Szép akció, kiátszva lövőhelyzetig. És hát nem sokat tévedett Varga Roland. Behúzódott középre, és itt megnézhetjük még egyszer. Remek löket volt. Picit talán külsővel talált el a labdát, és így elkerülte az Molnár kapuját. Báló próbálta volna elérni, de annyira azért nem strapálta magát, mert így is a paksiaké lesz. Simon pörgetett bele a labdába, de nem volt pontos. Varga kérni a bedobás után. Ezzel szemben Koltaihoz került a labda. Pátkai, Varga. Túl nagy iramról nem beszélhetünk. Itt indult volna meg a labdával Windecker, összezártak szabálytalanul a győriek, keresztül is esett a kölcsönben a Paksnál szereplő győri játékos a lábakon. Bori a labda mögött. Érdekes jelenség ott a 16-os előterében, libasorba felsorakozik 5 paksi játékos, mint a faltörő kosok, és aztán most szépen szétrebbennek, Kamber pedig kifejeli a labdát. Trajkovics.
Rajkovic elesik, de nem történt ellene szabálytalanság. Paksi dobás. Égert futtatják meg. Barta ügyesen lefordult Völgyiről. Barta újra. Égeré lett a labda. Bori. Kovács. Éger újra. Nem lép feljebb a Győr, pedig megtehetné. Egy nagyon rossz indítás. Egyelőre szépen csendesen szemléli az eseményeket a közönség, mint amennyire békés és csendes a mérkőzés is maga. Pátkai. Trajkovics. Most megkezdődik a hajrájátózás. És megint egy eladott labda. Ez itt a Pátkai rontott. Simon pontatlanul játsza vissza. Nincs elles. Bent ragadt középen, ugyanis Langda a labda, viszont nem volt jó Paksinak. Lipták. Ki kell rúgni a labdát. Egy győri játékos lent maradt a földön. Éger és Fábián Mihály váltott pár szót egymással, Kamber gyógyulgat közben. Ez bevallom őszintén, ahhoz képest, hogy a Győr igen gyengén muzsikál eddig, legalábbis pontszám tekintetében. Bajnokcsapatként mindössze 4 ponttal rendelkezik. Hát azt gondolnám, hogy Paks ellen majd oda teszi magát a hazai együttet, és alaposan megnyomja a mérkőzés elejét. Ezzel szemben nem ezt tapasztaljuk. Bori. Völgyi. Koltai. Andrics kapott nagyon jó labdát. Andrics viszi el Bori mellett, viszont már nem tudta elvinni Éger mellett. Megköszöni Bori a segítséget. Éger jókor jött ki. Ezzel még természetesen nem szabadul fel a Paksi kapu, hiszen következhet majd Völgyi szöglete. Már régen lehetne végezni. Egyből vissza a feladónak Varga Völgyihez. Ez már jobbnak tűnik. Elment keresztbe a labda, és nem tudott bele stukkolni a Trajkovic a kapu előtt. Báló. Lang. Veszélyes lenne hazaadni, mert Simon elkezdte zavarni a kapust. Lang rá is jött gyorsan. Andrics. Völgyi. Andrics. Völgyi, Bori odalépett, egyre hátrább kerül a labda, és a Paksi térféről eljutott Kamenárig. Lipták. Egyelőre csendesen szemléli a fejleményeket Pintér Attila, Trajkovics. Jó megelőző szerelés láttunk, ez pedig sárga lap lesz Trajkovicsnak. Visszahúzás ér, már jön is a játékvezető Fábián Mihály, és kiosztja a meccs első sárgáját. Vége a könyvelésnek. Megint Éger kapott pontatlan labdát, de most Bori megy hátra érte végül. Völgyi.
Lang. Koltai. Kambert választották el a labdától. Lipták. Pontos labda Völgyihez. Völgyi most jól is vette le. Bori mellett be is tudja adni a labdát. Átkerült volna hosszú oldalra. Jól csúsztatott bele Szabó. És Kamber most a túloldalról végezhet majd el bedobást. 21. perc az első félidőben. Egyelőre 0-0-ás állás. Megint felkészülnek a paksiak a nagy bedobásra. Koltai testtel sodorja tovább, belövi középre, Andrics pedig megszerzi a vezetést a győrieknek. Lecövekeltek ott a paksiak. Lehet, hogy arra számítottak, hogy Kamber ugyanúgy nagyot dob, mint eddig. Ezzel szemben most Koltaihoz tette, Koltai pedig lefordult a védőjéről, belőtte középre, Andricsról pedig gyakorlatilag megfeledkeztek a paksiak. Győr Paks 1-0 ezzel. Íme még egyszer az eset. Az ötösön belül a kapu közelében nagyon üresen maradt Andrics. Éger. Andrics. Völgyi. Lang néz körbe. A gólszerző Andrics kapja a labdát. Borira rávezeti, Bori mellett elviszi egy hirtelen ritmusváltással. Ezt a csatát is megnyeri Andrics. Újabb helyzet, óriásit védett Molnár. Majdnem meg volt a második. Varga került helyzetbe. Itt fejeli rá a labdát, középre megy. Reflexzerű mozdulattal tudott menteni Molnár. Minden esetre óriásit mentett a paksiak kapusa most ennél az esetnél. Megint Kamber dob, és ugyanonnan, ahonnan a gól előtt. Most nagyot dobott, ki is fejelték a paksiak. Lang. Éger. Kamber. Szabó társaságában nem előre, hanem hátra játszott. Lang. Túl vagyunk az első félidő felén. Ez magas, ezt nem lehetett elérni. Gyakorlatilag a győriek gólja tulajdonképpen mindenféle komoly előzmény nélkül jött össze. Mert azt azért nem állíthatjuk, hogy olyan óriási nyomás nehezedett volna a paksiak kapujára. Most viszont ez a bekapott gól egyértelmű zavart okozott a vendégeknél. Hát idegedett az asszisztens, aztán miután a győri játékos előtt maradt a labda, gyorsan lekapta a levegőből az ászlaját, de a játékvezető már lefújta ezt a megmozdulást, Kovács Gábor szabálytalanságát. Nyilván kell egy kis idő, amíg a paksiak kiheverik ezt a gól okozta sokkot. Csak kérdés, hogy ezt a zavartságát az ellenfélnek ki tudja használni most a Győr, és tud-e újabb gólt vagy gólokat szerezni. Kamber felé jön, de előbb ért oda a kapus Molnár Péter. Megvárja, amíg tisztul a terep Molnár kapus, aztán integet előre, hogy ott a túloldalon várják a labdát a játékostársak, Simon. Jól emelkedett a levegőbe, a magasba Svecő fejelte el. Mehet tovább Pátkai. Borihoz pattan be.
lemaradt, ha jól látom, Kamber. Igen, kitámasztották őt ott a levegőben. Kamber most már másodszor sérül meg, rövid időre legalábbis. Játékvezető, hogy labdával folytatódik a találkozó, ugyanis tovább engedte az akciót Fábián Mihály. Csak azért szakította félbe játékot, mert látta, hogy Kamber nem tud felkelni. És miután Paksiaknál volt, a Paksiaknál is maradt. Pátkai lökött. Koltai túl közel még a labdához. Héger gurítja le, Bori. Barta. Bori néz hátra, hogy haza lehet-e adni. Haza lehetett, még Győri játékos messze volt Molnártól. Barta. Pátka ért vele, Égerhez pattant így. Egyből kihelyezi Báló a bal oldalra a labdát, ott Szabóhoz kerül. Szabó indítása Simonig jut. Lipták tartott vele. Nem volt az rossz lövés. Kint állt egy picit Kamenára kapujából, lefelé csapódott a labda, de nem annyira, hogy végül is gólveszélyt jelentsen. Marad az 1-0-ás győri vezetés, tehát Andrics góljával. Pátkai, Lipták. Trajkovic mutatta magát, de amikor már akarta volna adni neki Lipták a labdát, ott volt egy Paksi is. Így kimaradt most Trajkovic a játékból. Völgyi. Pátkai. Pontatlan labda, Langot futtatják meg a többiek. Kamber. Koltai. Sok szereplős játék ez egyenlőre. Lipták megnyújtja előre, Éger elhúzza a fejét a labda elől, és így aztán kirúgás lesz majd. A sok csatát megélt Éger a képen. Lipták nyilatkozta egyébként azt, hogy ő úgy érzi, hogy szépen lépésről lépésre, meccsről meccsre egy sikerszériával a Győr le fogja dolgozni azt a hátrányt, amit elszenvedett a bajnokság rajtja után. Ennek első állomása lehet a Paks legyőzése. Barta. Volt kint a labda. Barta megint. Még mindig Barta küzd érte. Némi segítségre azért szüksége lett volna ott négy győrivel szemben. Völgyi adja haza. Kamenár. Simon zavarta a kapust. Szabó. Fiola. Báló. Szabó. Szabó még mindig. Svecre vezette rá, és aztán elakadt Svecben. Trajkovic. Koltai elé kerül a kiemelt labda. Szabó. Báló. Éger. Viola. Kecskés játsza ki a bal oldalra, és Simonhoz jön a labda, nem talált el Simon. Andrics. Koltai. Azt nézi, hogy Andrics van-e olyan pozícióban, hogy vissza lehetne tenni neki a labdát. Nagyon rossz indítás Vargának. Ez sem indult rá Varga.
Molnár rúgja át a labdát a másik oldalra, nem sikerült, mert végül is Paksi fejről visszakerült. Éger. Pori. Ügyesen emelte előre. Barta testtel játszotta tovább. Kecskéstől vették el, Völgyi. És Kamenár megint, illetve Kamenár kapja megint, úgyhogy Kamber hátra passzolja. Lipták. Szorványos füttya lelátón. Hát függetlenül attól, hogy vezet a Győr, azért ettől többet várna, azt gondolom, a hazai közönség. Mert a szurkolók azt gondolom, eddig csak az eredménye lehetnek elégedettek. Pajkovics. Megint lent egy győri játékos a földön. Egyelőre nem vesz tudomást róla a játékvezető. Svec belecsúsztat, de ezzel az ellenfelet hozza a játékba, és Lipták mentett óriásit. A Lipták egyelőre kitűnően mondani válogatott formában játszik a győri védelemben. Utolsó pillanatban emelte ki Báló elől a labdát. Mindenki gyógyult közben már. Szabó lövése pattan meg. Lang. Megint Lang. Most már fejjel. Bori. Kecskés. Leviszi az alapvonal felé. Kamenár alászalad. Svec. Mindaddig, amíg nem vezet 2-0-ra, a Győr egyáltalán nem lehet nyugodt. Vintér Attila. Rövid Borinak. Völgyi. Megindul Andrić, Pátkai hozza őt játékba. Andrić fölnéz, és mindenki feje fölött áttemeli a labdát. Még Vargának sem volt esélye megjátszani azt a hosszú oldalon. Kamber. Varga, Szabó. Fiola. Kovács adja haza. Molnár. Lang. Svec. Most egy Paksi játékos fekszik a földön. Nincs szükség ápolásra. Andrić. Andrić nem tudta, mit tévő legyen a labdával. Kamber. Szabályos labdaszerzés. Barta indít, Simon. Barta. Varga fut vissza, és Barta elrontja. A Varga ment hátra védekezni, óriási sprintben, hogy utol tudja érni Bartát. Kamber. Trajkovic. Völgyi. Itt van még egyszer közben Barta lövése. Megint Andrić elé hullik a labda. Éger veszi őt most fel. Bori közben behúzódott középre. Pátkai. Senki nincs a jobb oldalon. Svec nem jön. Ugye Varga visszament az előbb védekezni. Úgyhogy gyakorlatilag győri szempontból a pálya jobb oldala az teljesen üres. Andrić. Nem jó Pátkainak. Most Svec fekszik a földön. Rengeteg a sérülés. Egyelőre csak rövid ideig tartó sérüléseket láttunk, de lehet, hogy Svecnek hosszabb időt vesz majd igénybe a gyógyulása.
Fábián Mihály megy oda, és kérdezi meg a játékost, hogy kell-e valakit behívni, hogy ápolják. És mutatja is, hogy igen. És még az is elképzelhető, hogy csere következik. Martinez most már hadra készen. Őt küldi tehát pályára Vintér Attila. Az első cserét a győriek hajtják majd végre. Hogy aztán ez összefüggésben van egy svéd sérüléséből, sérülésével, vagy attól független történik, az már egy más kérdés, valószínűleg attól független, hiszen egészen más poszton játszanak. Viszont meg kell várni nyilván azt, hogy mi lesz Svetszel. Itt ez a pillanat, amikor végül is megsérül Svetsz. Úgy fest, hogy tudja folytatni a játékot, mert most már a hordágyról lekászálódik. Hát a pályát mindenképpen el kell hagyni egy rövid időre, miután ápolták bent. Na most akkor minden kiderül. Egy, Svec vissza tud-e menni, kettő, kinek a helyére jön majd Martinez. Vintér Attila kérdezi Svecet, hogy vissza tud-e menni. Egyelőre még ápolgatják őt az oldalvonalon kívül. Léger. Tehát pillanatilag 10 a pályán a győriek. Léger nyújtja meg. Szabó. Remek labda előre. Báló nem tudta beadni. Fábián kinézett oldalra, hogy jelentkezik-e svéd játékra, nem jelentkezik még. Most viszont már visszamehet. Most már csak egy kérdés marad, hogy Martinez kinek a helyére jön. Simon mozdulna el az emberektől, Lang fejeli ki. Pátkai. 38. perc az első félidőben. Andrics góljával Győr Paks 1-0. Éger. Bori. És most már azt is tudjuk kollégáinknak köszönhetően, hogy kinek a helyére áll majd be Martinez. Varga Rolandot hívja le Pintér Attila. Simán vitte előre Kecskés a labdát, aztán most akadt csak el, Kamber. Lehet, hogy Varga utolsó labda érintése volt ez ma. Sőt, egészen biztos, mert ebben a pillanatban jelzik a cserét. Tehát Varga helyére érkezik Martinez. Nagy utat kell megtennie Vargának, hiszen ő a jobb oldalon játszott. Időbe telik, amíg végrehajtja így aztán a cserét a Győr. Ez a Győr, amely egyébként a következő fordulóban majd az MTK ellen játszik idegenben, aztán hazai pályán fogadja a Debrecen csapatát. A Paksiak pedig a Kaposváriakkal játszanak Pakson, és az MTK-val a Hungária körúta. Koltai. Pátkai. Abban igaza van Pintér Attilának, hogyha ez a csere azzal magyarázható, hogy nagyon halott volt a jobb oldala a Győrnek eddig ezen a mérkőzésen, tehát szinte minden támadás itt Andrics oldalán ment végig. Koltai. Martinez beállításával javulhat a helyzet. Andrics. Bori mellett beadja a labdát, és öngól. Szegény Szabó János. Már úgy nézett ki, hogy senki nem éri el Győri játékos a kapu előterében a labdát.
Szabó János rossz helyen állt, rosszkor. Furcsa góllal, de növeli előnyét a Győr. Megint Andrics lövi be a labdát, és Szabó János el akarta húzni a hasát, vagy mit akart, nem tudom, de lényeg az, hogy iszonyú rosszul ért a labdához. Vétő Szabó János. Ez, ha úgy veszük a Pak szemszögéből, a lehető legrosszabbkor jött, hiszen az első fél idő hajrájában, az utolsó 6 percben, 5 percben Andrics így kezdeni két gólos hátránnyal a második fél időt. Nem egy egyszerű történet, Lipták. Bori rúgja el Andrics elől. Bori kemény volt, határozott, de nem szabálytalan. Fél perc eltelt, amíg Kamber megérkezett a bedobást elvégezni. Szokásos koreográfia, Kamber bedobja, akkor Éger kifejeli. Svec. Lang. Andrics. Lipták, Bátkai, Trajkovics. Kamber próbálkozik egy hosszú kiugratással, Völgyi elé kerülhet a labda. Bori azonban már ott van. Völgyi mögött senki nincs, tehát egyedül kellett bűvészkedni vele. Völgyi megnézze Kambert, jön-e, aztán Kamber megállt, úgyhogy Völgyi dob. Koltai az ő lábáról ment ki a labda, mutatja a játékvezető Fábián. Ki eddig egyedül Trajkovicsnak volt kénytelen kiosztani egy sárga lapot, most Koltai kezd el sántikálni közben. Bori. Simon hátrányban Langgal szemben. Kamenár. Vissza Langnak, ügyesen megoldották. Na, azért egy kicsit ez már túlzásnak tűnt. Simon megint ott volt zavart. Iger. Svec. Martinez indul el. Trajkovics. Gyűri dobás. Hátrából kell elvégezni, így aztán nem is Martinez dobja, hanem majd Svec. Koltainak gondja van. Most mutatja a játékos társa Andrics, hogy Koltai számára befejeződött a meccs. Egyelőre a bedobást elvégzi a Győr, de Koltai nagyon-nagyon sántikál. Nézzük meg még egyszer, itt volt ugye ez a csel, és ennél a szituációnál sérült meg a győriek csapatkapitánya, aki egyelőre még a pályán van, de nem teljes értékű harcos, a mozgásából lehet látni. Kezezés. Utolsó perc az első félidőben. Most már Koltai valószínűleg végigjátsza az első játékrészt, aztán bízva csodában a szünetben hát a helyre tudják hozni. Talán kijön a második félidőben, de hát így a sérülését látva is, hogy Andrics jelzett kifelé, nem nagyon tűnik úgy a dolog.
hölgyének kellett átmenni a túloldalra, elvégezni a szabadrúgást. Martínez egyet igazít, aztán lövi, és még mindig ott van Molnár védett hatalmasan. Lipták lábán a labda, de szorítják őt kifelé a 16-oson kívülre, mindig Lipták, aztán szabályosan elrúgja Kecskés előle. A Molnár most már második nagy parádéját mutatta be az első játék részben. Nem sikerült a felszabadítás. Kamber húzta rá a labdát azt követően, hogy Martínez lövését blokkolják, és ezt mentette Molnár szépen. Egy perc hosszabbítás lesz. Hihetetlen, most Lipták is elkezdte húzni a lábát. Völgyi. Kamber. Báló indulna, de a labda nem megy felé, és lefújja a játékvezető Fábián Mihály az első játékrészt. Hát egy-két játékos kezelésbe kell venni a szünetben, az orvosi stábnak úgy tűnik. Koltai húzza a lábát, erősen kérdéses, hogy ki tud-e jönni a második félidőre. Most azt láttam, hogy Lipták is elkezdte húzni a lábát, és hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a második félidő. Minden esetre 2-0-ra vezet a Győr, azt nem mondom, hogy megszakadnak a hazaiak. Segített többek között egy öngól is, ugye Szabó János öngólja, előtte Andrics vette be Molnár kapuját, és még Molnárnak volt két bravúros védése is a mérkőzésen. A Koltai bement az öltözőbe, hogy minél előbb ápolni lehessen, és akkor most hallgassuk Lipták Zoltánt, aki már is ott van Szél Tamás mikrofonja előtt. Köszönöm szépen, ugye Pintér Attila és közületek is sokan elmondták a mérkőzés előtt, hogy az Etónak mostan kifelé pattanós időszaka van. Hát nézve ezt a második gólt, akkor lehet, hogy elkezdődött a befelé pattanós? Igen, hát nagyon bízunk benne, hogy így fog alakulni továbbra, és most már végre mellénk pártott a szerencse is, de úgy gondolom, hogy jól játszunk, végirányítok a játékot, úgyhogy megpróbálják így folytatni ezt a második félidőben is. Hát nincsen szerencsétek, Varga, ugye őt le kellett cserélni, itt Koltai Tamás is húzta a lábát, és mint hogyha az imént te is egy kicsit sántítottál volna. Nem, ott előbb jött a kavarodásnál, kicsit éreztem a combon, de nem vészes, ki lehet bírni. Akkor mondhatjuk, hogy válogatott formában vagy. Hát azt nem mondom, azt mondják meg a szakemberek. Na majd akkor meghallgatjuk a szakembereket, köszönöm szépen, Lipták Zoltánt hallottuk. Tehát a két csapat alaposan megizzasztotta egymást az első félidőben itt az Etó Parkban, de gondolom, hogy a stúdióban ülök sem a zsebre dugott kézzel ültek. Hamarosan meglátjuk a kis szünet után, hogy mit hoztak össze nekünk. Az élményeknek éljen egészségesen. A Tolletejek nap mint nap megtöltik életét ízekkel, élményekkel és egészséggel. Tolle, a világ finomabb tőle. Mint látod, nem kacsa, hogy elutazom. Be kell ugranod helyettem a Blik reklámba. Ezt kell mondanod. Blik bum! Kaparjon és nyerjen! Vegyen Blikket minden nap. Kaparjon és nyerjen! Vigyen a több mint 700 nyeremény egyikét. Össznyeremény 14 millió forint értékben. Azt a 700-át. Ez nem kacsa. Azonnal megtudja, ha nyer. Blik. Egyszerűen minden. Én így varázsolom fehérebbé a fehér ruhákat, nekem működik. Beáztatom az oknikat egy kanálven és kristálvájtal. Egy kicsit megdörzsölöm, aztán bedobom őket a mosógépbe, és teszek a mosóporhoz egy kanálven is. Íme a végeredmény. Csodálatosan fehérek. Bízzon a venisben, felejts el a foltokat. We'll be right back.
Fedezze fel az új Chevrolet Trax-et! Várjuk Önt is nyílt napjainkon szeptember 18-a és 25-e között márkakereskedéseinkben. Chevrolet Trax, az eredeti SUV újjászületése. 5 év garanciával 4.190.000 forinttól. Chevrolet. Find new roads. Zöldséget és gyümölcsöt enni nyáron sem egyszerű, ősszel pedig még nehezebb. A Centrum Multivitamin minden fontos vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Így támogatja immunrendszerét és segít felkészíteni szervezetét a hűvösebb időszakra. Centrum A-tól Z-ig, a teljesebb életért. Lehet egy hónappal több. A 100 darabos Centrum mellé egy 30 darabos kiszerelés ajándék. Tudtad, hogy a nők imádják azokat a pasikat, akik az új Old Spice Wild Collection-nel szabadítják fel a bennük rejlő vadságot? Tudtad, hogy fordítva ülöm meg a lovat? Hiá! Ébreszd fel a benned szúnyadó vadállatot az Old Spice vadítóan vonzó új illataival. Szeretne több sportot vinni otthonába? Válogasson a UPC Direct kínálatából már havi 990 forinttól. UPC Direct. A jó digitális dolgok az égből jönnek. Lenyűgöző precizitás. Szemet gyönyörködtető stílus. Kifinomult szépség egy okos telefonban. Tudás és elegancia. Huawei Ascend P6. Válasz most 0 forintos kezdőrészlettel, mozaik LD csomaggal. Telekom. A legnagyobb alkotások a mindennapok részévé válnak. A Burger King a hét mindennapján különleges, minőségi napi burger menü ajánlatokkal vár 999 forintért. Burger King. Az íz mindenek felett. A Cinema City bemutatja. Nyerő a nyár! Küldd be a mozi jegyethez járó kártyaképét, és nyerd meg a több százezer azonnali ajándék, vagy a számos főnyeremény egyikét, akár egy Peugeot 208-at. Részletek a cinemacity.hu-n. Az Aldit könnyű megszeretni, és ezzel nem csak én vagyok így. Jó, nézd ki. Minden úgy van, ahogy reklámozza, tehát nem csalódtam még az Aldit. Igen, pedig tehát összetevőkre meg ízlő, mint ha őrülten drága termék lenne, és mégis jó az ára, szóval nagyon meglepő, hogy nagyon finom. Ellenállhatatlan ajánlat! Natur Rudi 39 forint helyett, most csak 29 forint. Aldi. Jobban, okosabban. Ilyen az, amikor a forgalom is élményt jelent. Ilyen az, amikor már nem kell kéz az íráshoz. Ilyen az, amikor egy autó átváltozik. Ilyen a valaha volt legintelligensebb 5-ös BMW. Most ajándék Advantage csomaggal. Látod a jövőt? Akkor mire vársz még? Lépj a tétek mezejére! Tipmix Pro, a tiszta online sportfogadás.
Hazai és külföldi edzők párbaját hozza holnapi nap a Sport 2. Előbb Bruckner László Kaposvárja küzd meg az olasz Rossi Mester honvédjával, majd Garami József MTK-ja látogat a portugál José Gomes Vidiéhez. Aztán megkoronázzuk a napot a harmadik félidővel. A közvetítés támogatója a UPC. Nem anya Andrics góljával és gólpasszával 2-0-ra vezet a Győri Eto az MVM Paks ellen. Nagyon jó formában játszik a győriek légiósa. Ez egyébként igaz volt már a Videoton elleni mérkőzésen is. Most már gólban is megmutatkozik, akkor gólpasszig jutott. Így van, teljesen megérdemelt a győri vezetés, annak ellenére, hogy a paksiak is besegítettek az eredménybe. A csapat mozog nagyon jól a győri együttesnél. Mindenki, hogy mondjam, keresi a labdát, tehát az a nagy akarat, amit Pintér Attila is említett, hogy mindenképpen meg akarja szerezni az első győzelmeket, az látszik a társaságon. Ennek megfelelően azért egy-két nagyon jó teljesítmény van, különösen Andricsé, akit egyszerűen nem tudnak megfogni. A Paks egy kicsit csalódás, tehát nem alakul ki játék, nem nagyon tudják végigvinni az akcióikat, amiket elkezdenek. A kapura meg egyáltalán veszélytelenek. Hát ez van, hogyha egyfejű a sárkány, Simon Attilát elég jól kikapcsolják a győri védők, itt Lipták Zoltán válogatott formája került szóba. Hát egyelőre nem nagyon veszélyeztetett a paksi csapat. Igen, nem is tudtuk lemérni igazán ezt a formát. Igen, igazából valóban nem tudtuk lemérni, de azért, hogyha megfigyelted, és a kedves nézők is biztos látták, hogy Simon és a mögötte következő paksi játékos óriási távolságra van egymástól, tehát nem is lehet elvárni Simontól azt, hogy egy hozzá se kerül a labda, vagy ha oda is kerül olyan szituáció, amikor két-három győri védő ott van mellette. Tehát teljesen, pillanatnyilag teljesen halott a paksi támadójáték. Viszont nagyon éltek a győriek, lássuk, hogy mit produkáltak az első fél időben. A Borsodi Superdry-jal újra és újra átélheted a legjobb pillanatokat. És valóban különösen Andrics volt formában, és játszott jól, nyújtott jó teljesítményt, az első lövésecske, az kecskésé. A 7. percben Kamenát maga biztosan öleli magát. Igen, hát ezt azért tettük el, mert az első lövés volt a 8. percben, de hát addig ment a kapuig. 13. perc, a másik oldalon Varga Roland lövése rejt némi veszélyt magában. Ez már életelős lövés volt, és olyan szituációban volt, amikor el is kellett lőni a labdát. Nem sokkal megy mellé, fölé a labda. Aztán egy jó variáció, nagyon tudatosnak tűnik mindaz, ami történik. Kamber bedobása után Koltai teszi be a labdát, és Andrics érkezik közvetlenül a kapu előtt, le is marad a védő ráadásul. Igen, Éger lemarad, de én itt Koltait emelném ki, aki rendkívül ügyesen fordult ki, Szabó ütemet vesztett, és abban a pillanatban Andrics pedig lelépett Égerről, és szépen bepasszolta. Ez egy nagyon, nagyon szép gól volt. Ezzel a góllal vezetett a Győr, aztán Andrics nagy kedvet kapott ettől a találattól, kicselez két embert a bal oldalon, beadása után pedig Varga Roland fejelhet, Molnár védett nagyot. Igen, hát itt is Andrics a főszereplő, aki ugye láthatjuk, hogy a második csel után azért meglökték egy kicsit, nem esett el, tovább ment, és hát életveszély lett a vége. Reflexből Molnár védett, egy újabb távoli lövés Windeckertől, hulló falevélszerű, ebben sem volt igazán veszély, csak azért tettük el, hogy hát ezek voltak paksi oldalon. Igen, hát ez a paksi veszélyeztetés, hogyha ezeket veszélynek lehet nevezni. Aztán a 40. perc ismét a bal oldalon pontakozik ki az akció, és Andrics teszi be a labdát szinte pontosan ugyanonnan, ahonnan az előbb, és Szabó, hát nem tudom, mi volt a terv, biztosan nem ez, szépen kitehette volna a labdát akár szögletre, még le is vehette volna, mert nem volt ott senki. Igen, hát valószínűleg az volt a terve, hogy leveszi és utána kirúgja, de hát rosszul pattant. Aztán a 45. percben a már csereként beállt Martinez lövését blokkolja az egyik védő, aztán pedig hatalmasat véd megint Molnár Kamber ismétlésénél. Igen, hát könnyen megszülethetett volna a harmadik gól, nagyon nagyot védett Molnár. Íme az első lövés, ez még blokk, aztán a másik oldalra kell visszaérnie Molnárnak, hatalmas
bravúr. 2-0, tehát a lövések aránya 5-4, de ez valóban becsapós, hiszen veszélyesebbek voltak a győri akciók. Egyértelműen. A Borsodi Superdry-jal újra és újra átélheted a legjobb pillanatokat. És hát sérülések tizedelték itt a csapatot, hallhattuk Szél Tamás interjújában, és nem tudom, hogy van-e csere a második fél időre a győrieknél, a szó ismét Fülöp Lászlóé. Köszönöm szépen. Egy hölgy érkezik, Budai Gertrud, de nem mint cserejátékos, hanem abból az apropóból, hogy születésnapja van, és Kulman Pétertől, a párjától kapta ajándékba a kezdőrúgást a második félidőben. Egyébként Budai Gertrud a 70-es években NB1-es kézilabdázó volt, méghozzá Csornán, tehát a második félidőben ő végzi el a kezdőrúgást. Mellesleg volt egy csere, de nem hiszem, hogy sérülésből kifolyólag történt mindez. Hát Szabó Jánost mondhatni, az ág is húzza. Lőtt egy öngolt, és ráadásul most a második félidőre ki sem jöhetett, hiszen Kis Tamást állította be a helyére Horváth Ferenc, a Paksiak vezető edzője. Koltai vissza tudott jönni, tehát ezek szerint helyrehozták őt a szünetben úgy, ahogy lehet, és amennyire lehet, tehát tudja folytatni a játékot. 2-0-ás győri vezetés, tehát az Etó Parkban, és nézzük a második félidei fejleményeket. Báló. Kovács gurítja a labdát Égerhez. Kis Tamástól kerül tovább. A jelekből ítélve annyi változás történik Szabó János lecserélésével, hogy Báló foglalja majd el a bal hátvéd pozícióját a Paksiaknál. Kecskés. Kis Tamás. Hát belőtte középre, de nagyon mély volt ez a labda, így aztán a hosszú oldal előtt, a hosszú felső sarok előtt elment, és akadálytalanul kiment a játéktéren, túlra a beadás. Kamenár végezheti el a kirúgást, akinek alig-alig volt védeni valója az első játék részben. Nem úgy, mint kollégájának, Molnár Péternek, aki két alkalommal is bravúrosan tudott menteni. Kis. Lindeker. Simon. Lipták állította őt meg. És aztán egy átadási hiba Paksi részről. Minden esetre most azért ezt az akciót megtapsolta Horváth Ferenc. Bedobás után próbál labdát szerezni azonnal a Paks. Svec. Dobás, dobást követ. Megint Svec majd. Martinez. Kis. Martinez szerelte, vette el tőle, Svec. Lang még megmenti. Kecskés hátra. Éger. Bori labdáját játsza tovább. Kovács. Ismételten Éger. De pontatlan labda kezelés volt, de úgy pattant végül is jó helyre Borihoz. Bori újra. Kint volt. Lang. Lipták. Ez most veszélyes cselezgetés, Windecker zavart. Kamenár, Pátkai. Bartát találja fejbe Lang a labdával, így győri dobás lesz. Hirtelen letámadott a Paks. Gyorsan kellett cselekedni ott a győri védőknek, és egy érintőben kijátszani a labdát. Éger is előre ment most, ahogy Koltai ment vissza, Éger ment vele előre. Barta.
és csere lesz a győrieknél. Tehát Koltai ugyan megpróbálkozott a játékkal a második fél időben, de olyan jellegű a sérülése, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést. Ennek következtében aztán Pintér Attila kénytelen a második cseréjét is kihasználni, és Koltai Tamás helyére így aztán Tarmo King áll majd. Tölnek ki a játékosai tehát a győri csapatnak. Legutóbb egyébként észt válogatott Tarmo King a lengyelek elleni mérkőzésen 75. alkalommal húzhatta magára hazája címeres mezét. Völgyi. Zajkovics. Martinez próbálja elvenni Báló elől, aztán Bálót fellöki. Fiola. Báló. Fiola. Kis még tovább. Windeker visszateszi Kisnek. Jó a cser, még mindig Kis. Lipták ért hozzá, és aztán már nem volt lehetősége Kisnek harmadszor is a labdához érni. Báló. Éger. Hiba. Kénytelen Éger jó messziről hazadni a labdát. Elnézést kért a játékos társaktól. Itt pedig Molnározza rá a frászt a paksi játékosokra. Hatodik perc a második félidőben, 2-0-ás győri vezetés. Még egyszer megnézhetjük itt ezeket a cseleket Kistől. Simon Lipták löki fel, de már előtte történt Windekkel szemben egy szabálytalanság. Báló. Az üres ember középen, Kecskés. Bori nem tudott elmenni, Völgyi keresztezett. Andrics pedig most meghúzhatja, Éger odaért. Völgyi. Most Andrics veszi át rosszul a labdát. Bori. Lang. Windekker fejéről került Lipták elé. Pátkai ütközik egyet Kissel. Szabályos labdaszerzésnek minősítette a játékvezető. Jönnek előre többen is paksi részről. Kamber viszont elhúzza ellenfele lábát. Nagyon jó helyről szabadulás a paksiavára. Ami viszont egyértelmű, hogy azért valószínűleg itt leteremthette Horváth Ferenc a csapatát, mert sokkal támadóbb szellemben jött ki a második játék részre a vendégcsapat. Nagyobb sebességi fokozatban játszik a Paks. Bori állítja le a labdát a szabadrugás elvégzéséhez. Még a játékvezető a mezőnyjátékosok a győriekkel diskurál. Aztán nyomatékosítja Égernek, hogy sípszóra tessék majd elvégezni a szabadrugást. Jobb lenne a játékvezető, a sorfalat állítaná, és nem beszélne ennyit a játékosokkal talán. Gyorsabban el lehetne végezni a szabadot. Hát körülbelül olyan 4 métert kell hátrábálni a sorfalnak. Éger elsétál onnan, tehát marad Bori egyedül a labda mögött. Még mindig nincs rendben a sorfal. Talán most már igen. Windekker is odaállt közben a labda mögé. Bori lövi végül, a sorfalon megpattan a labda, Kamenár jön ki, és kimarad a helyzet. 11-es reklamálnak ott a paksiak. Majd meglátjuk az ismétlésből, hogy mit történt ott. Mind két ember lent a földön. Egyrészt Kovács is fekszik ott a paksiak
védője, mezőnyjátékosa, illetve Kamenár is. Kamenár most már tápászkodik fel. Reméljük, hogy Kovács is meggyógyul. Kamenár megy oda és segít. Na itt van. A lövés, ez megpattan. Pillanatra üresen maradt a kapu, és aztán, amikor már ellőtte Kovács a labdát, akkor ütközött egyet Kamenárral. Ez szépítési lehetőség volt minden esetre, bár maga a szabadrúgása az nem volt valami jó. Csak szerencsésen alakultak, előbb, aztán szerencsétlenül később a dolgok a paksiaknak. Kovács is vissza tud jönni szerencsére, nem olyan súlyos a dolog. Pátkai. Boli helyezkedett jól. Trajkovicsot próbálnák megjátszani, Éger csúszott oda. Borit zavarja Andrić. Magas a labda előre, így aztán Barta fölött átszállt, Völgyi játszotta meg. Győri szabadrugás. Helyezgeti még az embereket. Völgyi. Többek lába mellett elment, aztán Báló fejéről került ki. Martinez. Bálóra vezeti rá a labdát. Martinez két ember között tovább. Pátkai. Windeker elhúzta a lábát, ezt jelezte az asszisztens a játékvezetőnek. Aki akceptálta is az asszisztens döntését, szabadrúgás következik a győrieknek. Völgyi. Megint lesz egy kis dolga a játékvezetőnek, hogy hátrább állítsa a sorfalat, mert most a paksiak vannak túl közel a labdához. Ez nagyon jó lehetőség most. Bemozgó játékosoknak behívelni középre. Völgyi, Molnár, picit alászaladt a labdának. Szöglet. Azt hiszem, egy újabb győri gól mindent eldöntene, mert kötve hiszem, hogy a jelenlegi Paks képes lenne arra a bravúrra, amelyre egy évvel ezelőtt Szivics irányításával volt képes itt a paksi csapat. Lipták. Kezezés reklamál, megy tovább a játék. Martinez szerelt szépen. Úgy hiszem, mindenki visszaért poszt szerint a helyére. Legalábbis győri szempontból. Na, nézzük meg még egyszer. Egyrészt az ellenfél háta volt, Windeker háta volt, és Windekernek fogalma nem volt, hogy hol van a labda, hiszen háta mögött nincs szemekint, és Attila pedig megtalálta a tartalék játékvezetőt, meg Horváth Ferencet is. Elsődlegesen a paksiak vezető edzőinek reklamált, hogy nagyon brutális volt az ellenfél. Pont a győriek kispadja előtt történt az eset, ezért ment fel most a pumpa. Először is az illetékteleneket elzavarja onnan a játékvezető. Fut össze a két játékos. Magam is nehezen rekonstruálom a dolgot, mert olyan élesen süt ide a nap a kommentátor állás, vagy a monitort alig látom. Nem
remélhetőleg megnyugszanak a kedélyek most, és ez nem egy újabb fejezete lesz az összecsapásnak, és innentől kezdve keményedik majd a játék. Igen, Paksi részről nem labdára irányuló mozdulat volt, az egyértelmű. Győri szabad, Martinez valószínűleg mindjárt visszajöhet, közben Völgyi emeli be a labdát, Molnár messzire indul, és odaér. Nagyon lágyan, lassan jött a labda középre, bőven volt ideje kimozdulni a Paksi a kapusának. Lang. Bori. Kovács forgolódott. Kis. Rosszul tálalj Windecker elé. Előny szabály. Andrics húzhatja meg, elérte még a vonalon a labdát, egy embert ott hagy, ott van megint Éger segíteni azonban. Molnár vissza Égerhez, Éger labdáját pedig most már Kecskés kapja meg. Windecker elhúzzák a lábát. És a játékvezető most csillapítani akarja a kedélyeket, Kambernek mutat fel egy sárgát. Kezd feszült lenni a hangulata a pályán. Bízunk benne, hogy ez lehiggasztja a kedélyeket ez a sárga, de könnyen pont az ellenkezője is történhet. Éger, Bori. A nézőket nem nyugtatta meg, sőt, ami ugye logikus, hiszen győri játékos kapta a sárgát. Windecker kerül megint a földre, ezt is befújja a játékvezető. Martinez húzódott be középre, ő szabálytalankodott, Lipták lépett ki nagyon jól. Azok után, hogy Koltai lejött a pályáról, csapatkapitányi karszalagot a győriek védője, a válogatott Lipták kapta. Báló. Cserélni fog majd hamarosan Horváth Ferenc. Könyves Norbert várja a lehetőséget, hogy pályára lépjen. És már az is kiderült, hogy Kecskés lesz az áldozata a cserének. Simon. A Simon ma nem csak vizet zavart, legalábbis eddig nem. Helyzetben nem tudták hozni őt. Kamenár. És most végrehajtató, tehát a Paksiak cseréje, a Paksiak második cseréje. Érthető, hogy ez gyorsabban bonyolódik, mint a győri csere. A támadó játékot próbálja eredményesebbé varázsolni ezzel a cserével is Horváth Ferenc. Kis kezezés volt. És ez is sárga lap. Beragad oda a keze és a felső teste közé a labda Kisnek. Svec.
Győriek is cserélnek. Kalmár Zsolt Trajkovicsot váltja. Elég hamar kimeríti mind a három csere lehetőségét, tehát Pintér Attila. Továbbra is 2-0, tehát a Győr javára már a szünetben is ennyi volt az állás. Andrics, illetve Szabó János öngóljának köszönhetően. Martinez. Bálót sodorta el. Kis. Kalmár beviszi a 16-oson belülre. Kalmár gólhelyzet. Molnár véd. Elsőre kijött róla a labda, de a közelben nem volt Győri. Éger biztosított, és másodszorra bekaparintotta a kapus. Lipták csúsztatja az a fejjel. Kamenár lép ki a 16-oson kívülre, és aztán bevetett egy cselt. Kis. Widdecker. Kis újra, Schwetzel. Kis lehetőség volt, pedig Kalmár kis hián az első labda érintéséből gólt tudott szerezni. Kovács, Éger. Kovács újra. Bori játsza Bartához. Bori. Kovács. Báló van itt üresen. Barta megmozdulása látványos volt, de rossz helyre kerül a labda. Andrics ezúttal középről indul. Kink elé tálalja. Éger kimegy a szélre, Bori oldalára, Bori behúzódik középre. Kink elrontja a győri támadást. Egyre közelebb tehát a bajnokcsapat első idénybeli győzelme. Kalmár. Kamber. Ebből nyilvánvaló volt, hogy hazaadás lesz. Kamenár. Igen, elengedi a labdát Kovács. Kamber. Egy ütközés után Kalmár. Andrics tapsol a szándékot. Díjazhatja maximum, mert egyébként pontatlan volt a labdája Kalmárnak. Báló. Lipták robbant ki, és vetődve fejelte előre. Widdecker. Báló. Kovács. Most megint minden mezőnyjátékos, Éger leszámítva Győri oldalon. Bori. Éger. Kovács. Barta tudta még időben kijátszani, még mielőtt összezártak volna hárman. Barta előre, Lipták megint a levegő ura. Kamber. Andrics. Fölgyorsulhat, hiszen senki nincs előtte. Egyelőre visszahúzza a labdát Andrics. Kamber. Az üres ember. Schwetz. Martinez. Hoppá.
Báló akadályozta abban, hogy tovább menjen a labdáért. Martinez, Győri szabadrúgás. Nem az első eset Báló részéről, amikor nem a labda megjátszása volt a szándék, mert azt már nem tudta volna megjátszani, hanem egyszerűen az ellenfél valamilyen módon testtel történő feltartóztatása. Völgyi csavarja be, Lipták fejelme. Egyelőre érzésem szerint Lipták a mezőny legjobbja. És változatlanul megállapítható, hogy nincs átütő erő a paksiak játékában. Sok a pontatlanság és az eladott labda, és egyáltalán nem veszélyes Horváth Ferenc csapat az ellenfél kapujára. Mindenképp csúszott, mászott a labdáért. Igaza van a játékvezetőnek, Báló eljátszotta azt, hogy nem engedik elvégezni a szabadrúgást, de hogy nem engedték, szándékosan belerúgta az ellenfélbe. Mindenképp. Barta. Kamper kerül a földre és marad is lent. Kambernek már az első fél időben is kijutott, kétszer is. Hát ápolni ugye nem kellett, de lent maradt rövid ideig. Most megint föltápászkodik majd, tehát nem kell bejönni senkinek. Magas ívben, de már kívülről jön vissza a labda. Az alapvonalon túlról kirúgás. Lipták. Még kik mehet is, csak közben jön Molnár. Megint Lipták. Svec. Kalmár. Megint befűzi ellenfelét, és aztán mindenkel lábán esik keresztbe. Báló. Kicsúszott már a labda a játéktéren kívülre. Viszont nem a Győrieké lesz a labda. Itt valóban labdát sodort el Vindekker ennél a becsúszásnál. Utána esett el végül is csak Kalmár. Lange. Kis Tamás bedobását láttuk, és Lipták szerelését, és megint saját játékoshoz került a labda, Pátkaihoz. Iger. Lipták. Megnyújtja előre, és jó is az indítás, King. Martinez. Még mindig Martinez. King. Kolmár, mehet tovább. És visszaszerzi a labdát Kolmár, nagyon elszántam. Köszönjük el, hogy nem tudom, mit fűt a játékvezető. Hát már ez nem volt szabályos itt, ahogy elvették Kalmártól a labdát, ott volt a lába, amelyik elhúzta a lábát. Azt nem fújta le Kalmár, mikor visszaszerezte a labdát, azt viszont befújta. És
Schmetzer változtatott irány, de egyben lassult is le a labda. Kamenár. És az utolsó cseréjét használja ki most. Horváth Ferenc a rutinos minden hájjal megkent Tököli Attila lép pályára. És innentől kezdve semmit sem ott nem gondolkodhatunk már további cserékben. Tököli Attilának tehát lesz negyed órája, hogy csodát tegyen. Egy védőt kap le tehát Horváth Ferenc, Kovács Gábor jön le. Tököli mondja el a pályán lévőknek, hogy az ő beállítása, szerkezetileg, akiket érint, mit eredményez. Hát tulajdonképpen csak könyvessel beszélt. Simon nem tudott kiugrani, Lang, Lipták, Schwetz. Mindekkel szólalkozik össze Pátkaival. Éger. Pátkai, Kamber. Kink léphet ki, hosszú a labda Molnár lábbal. Dölgyi. Pátkai óriási szabad területen vette át a labdát. Kink lövi rá, pont a lövés pillanatában csúszott el. Tököli. Langgal. Hátramentés szerelt Kalmár. Tököli visszaszerzi a labdát, de már lefújta a játékvezető. Bőven belül az utolsó negyed órán, a második félidőben gól nem született. Elsőben született mind a kettő, Andrics és Szabó János öngólja. Így 2-0 a győrieknek. Lipták. Mindekkel ügyesen. Lipták mellett tovább teszi Simonnak. Simon adja be. Tököli ráfordul és mellé lőtte. Óriási szépítési lehetőség volt. A 77. percben. Ügyes akció. Picit Tököli úgy vett át a labdát, hogy maga mögé került. Ha szemben tud maradni a kapuval, akkor szinte biztos, hogy gól. Így azonban elment a kapu mellett. Kamenár ugyan kezezést reklamált, de a játékvezető nem látott semmi ilyesmit. Ez egyébként Lang volt az, aki alászaladta a labdának az imént. 9-7 a lövési mutató, 5 illetve 2 talált kaput ezekből. Kamenár. Hát, és ez a Tököli labdája bement volna, azért tartogatott volna még izgalmakat a hátralévő több mint 10 perc. Megint 2-2 ellen, Tököli és Lang. Tökölit fellöntik. Marta gurította le a labdát, de nagyon precíz a játékvezető, megmutatja, hogy honnan kell elvégezni pontosan a szabadrugást. Bálóra vár a feladat. Tököli vetődött oda.
Kamper. Windecker fekszik a földön. Martinez. Intézkedni kell a játékvezetőnek. Windecker a fejét fogja. A Windecker és Martinez között voltak csaták eddig is. Meg azért Windecker valahogy a mai mérkőzésen mindig ott volt az epicentrumba. Ez itt most egy vétlen szituáció volt, mert egymásnak majdnem, hogy háttal voltak. Hát, most már ebből nem úgy néz ki. Pátkai. Völgyi. Andrics. Kalmár. Pátkai. Kalmár. Bartáról kerül hátra a labda. Bori. Kalmár. Pátkai. Kalmár. Igen. Kamber üres területre fejeli Svetsz. Martinez kérte, de nem felé ment a labda, hanem King felé, aki könyvest rángatja vissza, sárga lap. Igazi piócaként cselekedett King, egyszerűen nem engedte ellenfelét, rátapadt valósággal. Könyves próbált volna szabadulni, de képtelenség volt. Tököli óriási helyzetet hagyott ki. Svetsz. Martinez. Báló rúgott oda. A Báló nem a legtisztábban játszik. Lipták. Szabálytalanságok mutatója 15, illetve 10. Kamenárnak kellett kijönni a 16-oson kívülre. Barta. Kamper. Ügyesen fordult le Tököliről. Megint Báló és Martinez, és megint Báló volt szabálytalan. Most már mutatja a játékvezető, hogy számolta, sok van a rovásán, sárga lapot kap. Az idő a Győrnek dolgozik, 83. perc. A sárgát elkönyvelte Fábián, Litták pedig elvégezte a szabadrugást. Barta. Érdekessége, 14 szabálytalanságot követett el a Paks, és ebből 5 Báló nevéhez fűződik. Tehát azt gondolom, hogy Fábián játékvezető részéről teljesen jogos volt most már a sárga. Martinez zavart Monár. Báló. Piola. Könyves. Visszakapja Könyves. Lipták dolgozott megint Svetsz oldalán az imént. Könyves. Windecker.
hosszú a visszapassz. Lipták, mint hogyha legalább 5 lipták lenne a pályán, mert mindig van lipták, aki találkozik a labdával, de érdekes módon csak egy lipták játszik. Kis. Bori emeli be, Kamenár húzza le. Nehezen megjátszott a Kamenár a labdát. Gecskés. Bindeker. Jó messziről! És Kamenár hozzáért vajon? Hozzá bizony szöglet. Jó kis lövés volt. Szerintem ki is kötött volna a sarokban, hogyha Kamenár nem üti ki. Épp hogy Újhegyjel, de meg tudta változtatni a labda irányát a kapus. Furcsa, de az első paksi szöglet jön. 85 percig kellett erre várni. És gyorsan pótolják is, ami elmaradt. Jön a második. Báló most is. Mondom, majd üzletbe indul. Jön a harmadik, de jobban örülnének a paksiak, hogyha gólok tekintetében indulna be így az üzlet. Kamenár. Nincs már negyedik szöglet. Viszont jöhet egy győri kontra most. Pátkai. Elengedi őt Kalmár, hadd vezesse ő a labdát. Dori megállítja a győri akciót. Tulajdonképpen volt ez a Windecker lövés, illetve Tököli Attilának az a nagy helyzete. Ezt a két komolyabb eseményt jegyezhetjük paksi részről. Kint volt, nem tudta már Molnár megmenteni szöglet. Arra lennék kíváncsi, hogy Bori mit mutogat az asszisztens, amikor az asszisztens jelezte, hogy kint volt. Mert azt reklamálta Fábiánnak, hogy az asszisztens nem jelzett, csak amikor már ő elfordult, akkor jelezte, hogy kint volt a labda. Windecker. Martinez. Camber. Martinez. Két ember között tovább. Kalmár át a másik oldalra, és hatalmas mentés Barta. Kint fejelhetett volna gólt. Nem bánt kesztyűs kézzel Barta az ellenféllel. Völgyi gyorsan földre vitte. Kicsit meg is öntözte a gyepet. Nem vízzel. Andrić. Pátkai. Andrić. Bori. Arra kellett csak ügyelni Völgyinek, hogy Bori ne tudja rárugni a lábára a labdát, mert Bori állásponton volt, hogy legyen kirúgás vagy bedobás. Camber érkezett meg, mint egy gyalogtúra végén az állomás helyre megfáradva. Viszont nagyot dob, lipták! És Martinez előrúgják el a hosszú oldalon. Na lesz-e paksi kontra? Hát így nem. Martinez.
kiosztott egy kötényt. Vindekkel szenvedte el. Jó továbbítás. Lipták fekteti el éget. Lipták mellé. Hát ha valaki akkor megérdemelte volna, hogy gólt szerezzen Lipták. A más dolog, hogy ott páran nagyon csalódottak voltak, mert volt gólhelyzetben lévő játékos rajta kívül. Igen. Itt indult ugye az a támadás Martínez kötényével. Tököli, 90. perc már. Langért hozzá utoljára, Szedlet. 2 percet számít még rá a 90-re Fábián Mihály. A szögletrúgó most Tököli Attila lesz. Bori. Egy ívelt fejes Bartától, Kamenár boxol bele. Könyvestől került hátra, Báló. És ez csak Kamenárnak. Jó az asszisztens, a tartalékjáték között a pontosabban most mutatja fel a 2 percet jelző táblát. Lubos Kamenár pedig átrúgja az ellenfél térfelére. Bori kéri el a labdaszedőtől a tartaléklabdát. Tököli. Völgyi és Lang. Andrics. Igen. Viola. Könyves. Báló mögé ment egy picit. Vindeker. Kis. Bori. Tököli. Nem jött be a csel, nevezetes, hogy megkerülje majd Völgyit. Kint pattam fel gyorsan, hiszen Héger is elesett, ő is. Ott pedig eltüntették Kalmárt, ezért lapjár. Még hozzá egy sárga, aztán Héger megy oda, mert összeakaszkodott ott Kint, illetve Bori. Héger most ezúttal bíróként szerepelt. Az igazi bíró pedig szintén ott egy veszekedést akadályozott meg. Ez az a mozdulat, amikor összebalhézott a két játékos, szépen rázuhant King Borira, aki szabálytalan volt. Hát valószínűleg a szabadrúgás után vége is lesz a mérkőzésnek, ezt még megengedi Fábián Mihály, hogy elvégezzék a győriek. Völgyi a labda mögött, hogy 30 méter a kaputól, ha nem több. Völgyi belövi középre, Lipták fejéről pattan oldalra, és ahogy az várató volt, le is fújja Fábián Mihály a mérkőzést. Megvan tehát a bajnok csapatnak, a győri Etónak az első idei győzelme, a Paks, az áldozati bárány tehát. 6 fordulót kellett erre várni a győri közönségnek, és most az a kérdés, hogy amit Lipták mondott, megvalósul-e? Azaz, hogy ezzel a győzelemmel szépen lassan majd ledolgozza az elején elszenvedett ponthátrányát a Győr a bajnokság folytatásába. Pintér Attila megy oda, mint mindig gratulálni a játékosainak. Az első fél időben gyakorlatilag megnyerte a csatát a Győr csapata, és hát nagyon gyenge támadó játékot produkált a Paks ezen a mérkőzésen. Vindekker lövése és Tököli helyzete, azon kívül sok nem történt Paks részről. Most viszont halljuk az értékeléseket Szél Tamás és riportalanya jó voltából. Köszönöm szépen, Pátkai Márti áll előttem, akinek csapata megszerezte első győzelmét ebben a bajnokságban. Ehhez gratulálok, de térjünk még vissza egy kicsit a mérkőzés elé. Sokan mondták, hogy teher van rajtatok, meg esetleg görcsösek lehettek, amiatt, hogy nem győztetek. Éreztél ilyesmit? Nem éreztem belülről, ezt a mérkőzéssel foglalkoztam, eddig is úgy gondolom az előző mérkőzéseken megvoltak azok a lehetőségeink, amikkel megnyerhetik volna a mérkőzést. Ez most szerencsére sikerült, és remélem, hogy így fogjuk folytatni. Bízom benne, hogy ennél még lesz jobb játék is.
Hát igen, főleg a második fél időben azt hiszem egy kicsit visszaesett a játék színvonala. Ne adj Isten, eszetekbe jutott a tavalyi mérkőzés, és emiatt egy kicsit óvatosabbak voltatok? Nem hiszem, hogy bárki ezzel foglalkozott volna, de az tényleg egy nehéz mérkőzés volt. Tudtuk, hogy a Paks egy masszív csapat, úgyhogy erre is számítottunk. Szerencsére sikerült megtartani a két gólos előnyt. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok, további sok sikert kívánok Pátkai Máténak, és érkezik ide Horváth Ferenc, a vendégek vezetőedző. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan értékeli itt a lefújás után ezt a 90 percet. Nehéz ilyenkor bármit is mondani. Én azt gondolom, hogy nem látszott, hogy a tavalyi bajnok és a tavalyi 13. helyzet játszik, teljesen egyenrangú ellenfele voltunk a Győrnek. Hát a macska egérből egérnek szerződtettek minket, de nem voltunk azok, úgyhogy szerintem jól játszottunk. Sokat tanulok én is, mint edző, egy biztos, hogy sírni kell sokat hétközben is, meg meccsközben is, és akkor a bírók is úgy vezetik a meccset. Az én kapusomat Kecskeméten ilyenért kiállították, és 11-est adtak. Sajnos kis csapat vagyunk, ezt elviseljük, csináljuk tovább. Beszéljünk akkor erről. Ugye a mérkőzés előtt elmondtad, hogy a videóton ellen talán megmutathattátok volna, hogy mire jó ez a Paks ebben a bajnokságban, de ott az ember hátrány miatt nem sikerült, és a Győr az a csapat, aki ellen igazán meg lehet mutatni az oroszlán körvöket. Sikerült ez? Én azt gondolom, hogy a bajnok otthonába kikapni 2-0-ra, így bőven belefér. Játékban nagyon sokat léptünk előre, bátran fotballoztunk, főként a második fél időben, az első fél időben se játszottunk alárendelt szerepet szerintem. Azt gondolom, hogy sok örömet fogunk még okozni majd a paksi szurkolóknak. Hát így legyen, köszönöm szépen Horváth Ferencnek, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz. És akkor érkezik ide Pintér Attila, akinek nyilván mázsás kő esett le a szívéről, hiszen megvan az első győzelem, amihez gratulálok. Hogy a tietekről igen, hogy miénkről nem. Mi mindig is tudtuk, hogy ez a csapat tud küzdeni, és tud jó is játszani. Én azt gondolom, volt több olyan lehetőség, amit bravóra védett a Cola, hogy én szerintem nem volt kétsége annak, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót. Az biztos, hogy abból a szempontból, hogy voltak nagyon jó mérkőzéseink, vezettünk is, és nem tudtuk megszerezni 3 pontot. Hála Isten, most újra beleszagolt a csapat abban, hogy milyen is nyerni, úgyhogy én nagyon bízom a folytatásban. Ugye Koltai Tamás megsérült, ott le kellett cserélni, ez is hátrát adta az Etót, de miért kellett lehozni Varga Rolandot? Én azt gondolom, hogy a Roli 3-4 olyan szituációba adta el a labdát, és abból pont amire berendezkedett a Paks, hogy lezárja a területeket, amiket jó is csinált az első fél időben, és azt várta, hogy ebből a labdaszerzésből tudjanak indulni. És 3-4-szer úgy indultak meg a Roliról, hogy amiből labdát vesztett, hogy nem szabad, de nincs semmi gond. Valamikor egyszer egy játékosnak így megy, úgy megy, én akkor is megtett minden, csak nem szabad ilyenkor így labdát veszíteni, és azt gondoltuk, hogy behozunk egy olyat, aki ugyanúgy, mint a Roli, jól játsza le az egyet, illetve reméltem, hogy pontosabban fog passzolni a Leo, úgyhogy ezért történt meg. Köszönöm szépen, hát én azt hiszem, hogy ez ma belefért, így is 2-0-ra nyert az Eto, még egyszer gratulálok. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet innen az Eto Parkból, Fülöp László kommentátor kollégám és az összes munkatársam nevében búcsúzom, a Szó a stúdiói. A közvetítést támogatta a Las Vegas Casino. Éljen a pillanatnak, az élményeknek, éljen egészségesen! A tolletejek nap mint nap megtöltik életét ízekkel, élményekkel és egészséggel. Tolle, a világ finomabb tőle. Ilyen az, amikor a forgalom is élményt jelent. Ilyen az, amikor már nem kell kéz az íráshoz. Ilyen az, amikor egy autó átváltozik. Ilyen a valaha volt legintelligensebb 5-ös BMW. Most ajándék Advantage csomaggal. Mit szólnál ahhoz, ha a tévézés, a netezés és a...